Sziasztok! Remélem, jól vagytok. Csak egy gyors videót fogok ma csinálni. Egy, hogy tudjátok, hogy hol kell feliratkozni, amikor Franciaországban értek, hogy legyen áramotok otthon. És kettő, hogy lássátok, hogy itt Franciaországban mégiscsak mennyibe kerül egy nagyon-nagyon pici lakás. Megmutatom, hogy hol élek, és mennyit fizetek az áramért. Szóval itt élek egy ilyen, nem kell a kupleráit nézni, mert tényleg nagyon nagy a kuplerá, és nagyon nem érdekel. 30 négyzetméteres lakás, szóval ilyen. Kinéz egy falra, ez az ablak. Ilyen. Egy szobában alszok a gyerekekkel. Itt van egy nagy szekrény. Itt van egy nagyon pici, mini fürdőszoba. Ilyen. Itt a bejárati ajtó. És ennyi. Jó? Szóval ekkora az egész lakás. Szóval nagyon pici. És itt van ez a EDF. Az azt jelenti, hogy Électricité de France. Électricité de France. Szóval, mennyit fizettem egy évre? Hát egy évre fizettem majdnem 750 eurót, mert hogy ennyit fogyasztottam, de hogy ez a többi, ez mind mindenféle adó. Szóval, 30 négyzetméteres lakásra ennyit euróba, ennyit fogyasztottam tulajdonképpen áramot, de majdnem 750 adót fizet, vagyis majdnem 750-et fizetek az adók miatt. Szóval ez a sok itt, ez egész adó. És hát ezért a lakásért azért kell tudni, hogy itt Dél-Franciaországról van szó, sehol máshol. Szóval Párizs, Dél-Franciaország nagyon drága, de különben ilyen más helyek Franciaországban nem ilyen drágák, és itt egy ilyen lakásért 5 és 600 euró között vannak az albérletek. Szóval az azt jelenti, hogy itt tényleg minden nagyon drága. És ha hiszitek, ha nem, egy normális ember nem 3-4 ezer eurót keres havonta, hanem általában inkább 1200-1500 között. Az, aki tényleg itt nagyon jól keres, az már 1800-at keres. Szóval nem kell azt hinni, hogy itt mindig minden olyan nagyon-nagyon jó, mert én már azon gondolkozom, hogy vissza is költözök Pestre. Szóval gondoljatok bele, mielőtt nekiindultok a dolgoknak. Puszilok mindenkit, és majd csinálok nem sokára egy francia leckét. Sziasztok!